Balázs György. A század egyik legjelentősebb marxista gondolkodójaként tiszteljük, akinek műveit ismerik, vitatják ma is. Életének ezt a szakaszát idézi a most következő beszélgetés, amely a nagy filozófussal kevéssel halála előtt készül. Tudom, hogy bizonyos fenntartásai vannak általában az interjúkkal kapcsolatban. Ez az interjú történeti, és nem is elsősorban csak mint szereplőt, hanem mint szemtanút is szeretném megkérdezni. Az őszirózsás forradalom után hogyan került kapcsolatba Lukács elvtárs a kommunistákkal? Nézd, ez egy egyszerű fejlődés volt. 18 őszén lejátszódott bennem, mint a valószínűleg az értelmiség nagy részében egy ilyen kritikus állapot, hogy merre van a kivezető út. Hogy ez nem volt egy egyenes út, az mutatja, hogy volt nekem az ősszel egy cikkem, amelyben én még a kommunista álláspont ellen foglaltam állást. Minél jobban láttam a fejlődés, és minél jobban beláttam a dolog szükségszerűségét, annál jobban fejlődött a kommunizmus felé való hajlam, és a 18 végén, 19 elején írtam azt a Taktika és Etika című, az azóta már újra nyomtatásban megjelent cikket, amelyben hívévé szegültem a kommunista mozgalomnak, és akkor jelentkeztem is a kommunista pártnál, ahol egy bizonyos ilyen fiatal szélső baloldali szárny, különösen ez a Révai Sinkó és ez a csoport ellene volt, hogy engem fölvegyenek a pártba, ellenben Kun
és Samuéli amellett foglaltak állást, és akkor, hát december közepén létrejött, hogy a párthoz csatlakoztam. Formálisan bejelentettem a belépésemet, hozzávéve ez az akkori körülmények között volt, hogy a pártagságok kérdése sose volt elintézve. Már népbiztos lettem, amikor még nem volt elintézve, hogy felvettek a pártba. Tudni, még formálisan bürokratikusan. Hogy én a magam dolgáról beszéljek a kultúrterületen, 18-ban történt annyiban egy nagyon jelentékeny dolog, már 18 előtt is kezdődött, hogy tudnélik a magyar intelligenciának az a része, amely ezzel a, mondjuk, hát úgy fejezem ki magamat, hivatalos nyugatforradalommal nem volt elégedett, mert hiszen tudja, hogy a nyugatforradalmat Kélótusz tulajdonképpen úgy fogalmazta, hogy a régi irodalom mellett helyet kell adni az új irodalomnak is. Most itten voltak átalakulási tendenciák, amelyeknek a legláthatóbb és a leghangosabb formája ez a Kassák-féle mozgalom volt, amiről azonban tudni kell, hogy ez egy külföldről behozott import mozgalom volt, és nem egy olyan mozgalom, mint ami Magyarországot kezdettől fogva volt, és éppen Adi személyében teljesen túlmutatott a nyugaton, tudnélik, Csokonainál is, Petőfinél is, Adinál is van egy tendencia radikálisan felszámolni a hűbérség magyarországi maradványaival szemben. Most ebben a tekintetben az irodalmi mozgalmak általában véve egy opportunista állásponton voltak, hogy tudnélik, hogy mondjam, egy bizonyos fajta reformját az irodalomnak, de azt a radikálitást, amivel Adi például megtagadta a magyar feudális múltat, vagy talán egy még erősebb módon nyilvánult ez meg a Bartók által beállított zenemozgalomban, de megnyilvánult a Kerstok-féle nyolcak mozgalmában is. Mind ezek a dolgok most áttevődve még a pedagógia és más ilyen kérdésekre, az intelligencia egy részében egy bizonyos tömegmozgalmat idéztek elő, amely helyenként zavaros formák között, de már a 18-as állapotban létezett. Most a diktatúrában ezek az összes államlatok, azt lehet mondani, kulturálisan vezető szerepet játszottak, és a diktatúra kultúrpolitikájának volt egy ilyen tendenciája a magyar hűbéri maradványok radikális felszámolásában. Ebben a tekintetben nem volt egységes a diktatúra politikája, mert tudva levőleg a szociáldemokrata pártban uralkodó konzervatív dolgok, hogy itt irányzatok befolyással voltak a kommunista pártra is, és például az agrárkérdést mi nem úgy, mint az oroszok, egy radikális földosztással, amivel a hűbériségnek összes maradványai eltűnnek a gazdasági életből, hanem a nagybirtok szocializálásával oldottuk meg, ami miben Magyarország feudális struktúrája megmaradt, hiszen a Horthy korszak utána egyszerűen vissza tudta állítani a régi állapotot, és tulajdonképpen 45-ben szűnt meg Magyarországnak a magyar agrárkérdésnek ez a hűbéri jellege. Most ez a radikalitás, amelynek mondom a nagy emberei, Adi Endre és Bartók Béla voltak, ezek mozgalmakká változtak, most nem egy ilyen programatikus szervezeti formákban, de valóságos mozgalmakká, amelyek a magyar kulturális életben egy óriási szerepet játszottak, és
diktatúra kultúrpolitikájában is egy bizonyos vezető szerepet. Nézze, én, hogy egyszerűen fejezzem ki ezt a viszont, nekem volt egyszer egy beszélgetésem újságírókkal, akik kérdezték, hogy mi volt a diktatúra kultúrpolitikája a muzsika terén. Erre én azt mondtam, ez egy nagyon érdektelen kérdés, mert én népbiztos koromban tulajdonképpen egy fejbólintó János voltam a muzsika terén. Amit Bartók javasolt, azt mi a közoktatásügyi népbiztosságban köröztül vittük. Tulajdonképpen ami zenei politikája kultúrterületen a diktatúrának volt, az a Bartók-féle mozgalom idézte elő, és ugyanígy látszik például az egész képzőművészetet, hogyha csak a plakátokra és ezekre gondol, akkor láthatja, a Kernstock-féle nyolcak mozgalmának szemben a már félig hivatalossá vált modern mozgalmakkal. Most én ezt tartom rendkívül fontosnak a diktatúra történetében, hogy mi, a mi történetünk ezeknek a mozgalmaknak a befolyását elhanyagolja, holott bizonyos radikális intézkedéseket csak is ennek a rétegnek a támogatásával lehetett elintézni. Hogy mondjuk egy dolgot, ami látszólag távol esik ettől, az, hogy Magyarországon létrejött a magántulajdonban lévő műkincsek szocializálása. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy volt egy rétege a művészettörténészeknek, ami kezdődött még a régi időből a Meller Simonnal, és ment át a fiatal generációba, most a nemzetközi művészettörténetben nagy szerepet játszó Tolnai Gábor, Tolnai Károly, mint fiatal ember, ő most Firenzében él, régebben Amerikában él, ezeknek, ezek játszották a nagy szerepet, és ezekben radikalizmus és szakértelem ebben a tekintetben egyesült, úgyhogy ők létre tudták hozni ezt a szocializált, a műkincsek szocializálásának a kérdését, amit mi aztán a diktatúra kultúrpolitikájába bevittünk olyan értelemben, én a szocializált műkincsek kiállításának a megnyitásán mondtam, hogy mi nem tettünk mást, mint minden nagy értékű művészi jelentőséget állami, vagyis proletár tulajdonba hoztuk, és el fog jönni az idő, amikor a proletáriátus erről meg tudja majd mondani, hogy mit tekint a magáénak, és mit nem tekint a magáénak. Most itten tudni kell, hogyha a diktatúra kultúrpolitikáját nézi, itt tulajdonképpen két irányzat volt. Az egyik irányzat az, hogy a diktatúra népbiztosság mind a kettőt egyszerre képviselte, egyrészt Kassákot megvédelmezni azok ellen, a támadások ellen, amelyek főleg szociáldemokrata részről érték őket, másrészt nem engedni meg a Kassák csoportnak azt, hogy mint a diktatúra hivatalos művészete lépjen föl. A Kassák csoport működése teljesen szabad volt a diktatúrában, de a népbiztosság soha nem ismerte el ezt úgynevezett hivatalos művészetnek, sőt éppen, mint ahogy azt jeleztem előbb, amikor a szocializált műkincsek kiállításáról beszéltem, diktatúra azon az állásponton áll, hogy neki úgynevezett hivatalos művészeten nincsen, és a proletár kultúra kifejlődésével fog majd kialakulni egy szocialista művészet, de erről a jelen pillanatban még, hát nem tudom én, konkrét beszélni nem lehet.
ennyiben a diktatúra kultúrpolitikája nagyon eltért a Rákosi politikájától, amennyiben nem deklarált semmiféle művészetet, hivatalos művészetté, hanem egy átveleti korszaknak tekintette az egészet, amelyben Szabadságot adott a legkülönbözőbb irányzatoknak, és megadta azt a lehetőséget, hogy itten egy köztük lévő konkurenciában lassan fejlődjön ki az, amit mi helyes proletár álláspontnak tekintünk. Ez egész világosan látszik, csak sajnos természetesen a diktatúra túl rövid ideig tartott, hogy ez megnyilvánult volna. Abban a pedagógiai munkában, ami a népbiztonságban lejátszódott, amelynek organizatórikus és szellemi vezetői a pedagógiai forradalmi mozgalmak voltak. Éppen a szabad itten a dolgot anekdotikusan tárgyalni, az ma egy elismert dolog, hogy a diktatúrában, a közoktatási népbiztonságban mi eltávolítottunk, úgy szólván minden miniszteri tanácsos és osztálytanácsos a régi kultuszvédégi minisztériumból, és teljesen ennek az új pedagógius mozgalomnak a vezetői, Antal Márk, Hajtai, Neumann Hilda és így tovább, kerültek a megfelelő osztályoknak az élére, úgyhogy itt a diktatúrának természetesen még csak előkészítő programformában kialakuló pedagógiai tendenciáit, ezek a már a diktatúra előtt létező pedagógus forradalmi mozgalmakkal karöltve és együtt intéztük. Most ezt tartom én a diktatúra fontos vonásának, hogy itt nem egy felső réteg hozott dogmatikus jellegű határozatokat, mint amilyen 50 után a Rákosi korban az országban volt, hanem egy valóságos nagy mozgalomnak a képviselői kerültek együttműködésbe a népbiztonsággal, és kezdtek kidolgozni egy pedagógiai programot. Természetesen 3,5 hónap után nem lehet azt mondani még azt sem, hogy még a program is létezett volna. A program is csak előkészítő stádiumban létezett. Szabadjon akkor megkérdeznem, a szabadság, az alkotó szabadság, amit a diktatúra közoktatási népbiztossága hát magáévá tett és pártfogolt, az nem ismert semmilyen korlátot? De igen, nézze, én nekem a diktatúra első napjaiban volt egy beszélgetésem Jászi Oszkárral, aki szerette volna a 20. századot egy kvázi ilyen kommunista lappá átalakítani, és javasolta, hogy Bolgár Elegy, én és más kommunistát lépjük be a 20. század szerkesztőbizottságába. Én ezt megtagadtam, ezt mondtam, hogyha eddig nem voltunk bent, semmi ok nincs, hogy most szerepeljünk. Most Jászi azt mondta, és mi lesz akkor a 20. századból? Azt mondtam Jászira, ha nem csinálsz nyílt ellenforradalmi propagandát, akkor megjelenhetik akadály nélkül a 20. század. És most az, hogy Jászi azután disszidált, ő nem mielőlünk disszidált, hanem félt az ellenforradalomtól, és azért disszidált, de mi a 20. századnak a teoretikus és propagandisztikus munkáját soha nem tiltottuk be, noha soha nem állítottuk, hogy egyetértünk vele. Volt egyáltalán olyan eset, hogy valamilyen kulturális tevékenységet, amit károsnak minősítenek, megdobnáljon? Természetesen volt, és ezt nem szabad elfelejteni, volt egy bizonyos nyílt szabotás.
Mi például az újságoknál hoztunk egy ilyen határozatot, hogy ezt a régi politikai vonalat a lapoknak nem szabad tovább képviselni. Erre létrejött egy olyan szituáció, hogy a napi lapok a vezércikkeikben az időjárásról írtak vezércikkeket, hogy kitérjenek teljesen a kérdés elől. Akkor egyszer a Népbiztonságban összehívtuk a lapoknak a szerkesztőit, megmondtuk, hogy minden lapnál, és ez tudva levő volt, hogy kik kötelesek hetenként a vezércikkeket megírni, és egyszerűen kijelentettük, hogy ezen túl a Népbiztonság fogja megadni a témákat, amelyekről a vezércikkeket kell írni, és a lapok kötelesek erről a témáról vezércikket írni. Ez volt az a nagy, hogy is hívják, zsarnokság, amit mi a napi lapok szabad, hogy is hívják, megjelenés. Hát egy szerény utódnak, ha szabad véleményem, nagyon bölcs szintézis volt, hogy a tézist megszabták, a tartalmat adják meg a profiljuknak megfelelően. Úgyhogy itt én azt hiszem, hogy azok a legendák, amik a diktatúrának ilyen, hát nem tudom én, hogy mondjam, diktatórikus jellegére vonatkoznak, azok legnagyobb része túlozva van, erősen túlozva van. Amit tudnélik, lehet látni abból is, ha megnézi, hogy ami reformáltuk az egyetemet, egy egész csomó régi egyetemi tanárt eltávolítottunk, és nagyon sok új egyetemi tanárt neveztük ki. De ezek közé, az egyetemi tanárok közé olyan emberek tartoznak, mint Babits Mihály, Benedek Marcell és mások, akik soha életükben nem voltak kommunisták, akik mindig egy haladó irányzatot képviseltek az irodalomban, annélkül, hogy szocialisták vagy kommunisták lettek volna. Úgyhogy az egyetem reformja ezt a réteget vitte be az egyetemre, és egyáltalában nem egy kizárólag kommunista jelleget, ami persze nem zárja ki, hogy olyan tudósok, akik tényleg produkáltak előzőleg valamit, mint például Fogarasi Béla, szintén beleestek ebbe az egyetemi reformba. De csak el kell olvasni az egyetemi tanárok listáját, akkor látni fogja, hogy azoknak 80%-a nem volt kommunista. Lukács Jártás biztos volt pártnapi előadó, előadó itt Pesten, kisebb körökben is, egyszerűbb emberek között is, és azt szeretném föltenni kérdésként, hogyha mind kiküldött, mind szólók, mind előadó megjelent, milyen tapasztalatokat szerzett. Én csak azzal feleletek, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a magyar közönség, most ebből a proletár közönség nagy részét is beleszámítva, az addigi rossz fejlődés következtében rendkívül konzervatív volt. Gondoljon csak arra, hogy a, nem tudom én, a régi Csizmadia-Adi vitákra a Népszavában, hogy még a munkásoknál is nehéz volt elismertetni azt, hogy Adi a tulajdonképpen radikális és forradalmár magyar költő, és hogy Csizmadia Sándor kulturális és művészi szempontból tulajdonképpen egy konzervatív, aki a régi vonalakat képviseli. Most azt természetesen elvárni, hogy 3,5 hónap alatt ebben egy radikális változás állott be, ez egyszerűen nevetséges volna föltételezni, hogy meg vagyok róla győződve, hogy nagyon nagy munkás rétegek voltak akkor is, akik Csizmadia mellett és Adi ellen foglaltak állást. Azok nem
került a nagy nyilvánosság elé, de a diktatúra egész kultúrpolitikáját úgy kell elképzelni, és az úgy is volt gondolva, hogyha ezt a politikát köröztül visszük, akkor 3-5-10 év alatt ezt a közvéleményt meg lehet változtatni. Az, hogy ez 3,5 hónap alatt nem változott meg, az egy egész kétségtelen dolog, és itt ne csináljuk magunknak illúziót azt a tekintetben, hogy a diktatúrának ez a kultúrában forradalmi irányzata több lett volna egy kisebbségi mozgalomnál. Ezt meg is értem. Arra gondolnék viszont, hogy a proletár diktatúra iránti hangulata hogyan alakult, és miben, mikor, miként, hogy érzékelhető a lakosság egyes rétegei. Nézze, ezt is megint úgy kell venni, hogy a egy párt egyesülés következtében természetesen a szociáldemokratáknak és a szakszervezeteknek a döntő befolyása a munkásosztály ideológiájára kétségkívül megmaradt. A diktatúrában óriási különbségek voltak fönt is és lent is. Egy egész csomó népbiztosság volt, ami egyszerűen maradt egy régi minisztérium, és a népbiztos magát egy miniszternek tekintette a régi értelemben. És ezt kifogásolta valaki? Nézze, a dolog úgy áll, hogy természetesen a radikális munkások ezzel elégedetlenek voltak. Ne felejts el azonban, hogy ahol ezzel szakítottunk, azzal konzervatív munkások voltak elégedetlenek. Elég, ha csak arra hivatkozom, hogy mennyi támadás ért engem szociáldemokrata oldalról a diktatúrában. Most itt a tömegeknek volt egy bizonyos érzékük, ha megütötte az ember azt a húrt, mondjuk, amely ebbe az irányba szólt. Én az anekdotára emlékszem vissza, hogy egyszer Budapest környékén tartottam egy előadást, és az előadás után valaki fölszólalt, hogy hát Istenem, hát nincsen különbség a régi között, Lukács Erdős éppen úgy autón jött és autón megy el, mint a régi időnek az emberei. Erre én azt mondtam az illetőnek, hogy nézze, itt munkakérdésekről van szó. Elővettem a papírost a zsebemből, és felolvastam, hogy holnap délelőtt, hát nem tudom én, milyen elintézendő dolgaim voltak. És azt mondtam neki, nézzék elvtársa, ha bárki önök közül vállalja ezeknek a dolgoknak az elintézését, én most odaadom neki az autómat, én gyalog megyek haza, és holnap intézze el helyettem autón ezeket a dolgokat. Erre a munkások nevettek és igazadtak nekem. Úgyhogy egy bizonyos ilyen érzés arra, hogy ezt a szoros értelemben vett proletár egyenlőséget nem lehet köröztül vinni, ilyen érzés bizonyos tömegekben volt, csak ne felejtsük el, hogy ez párosult azzal is, hogy bizonyos helyeken egyszerűen éppen úgy kormánynak tekintették a népbiztosságokat, mint régebben, és alapvető, hát nem tudom, hogy komoly változások nem igen álltak be. Gyakori volt ilyen közbeszólás az értekezleteken, vagy a gyűléseket, mint ez az előző? Ez a dolog úgy áll, hogy ez nagyon különböző. Én nem nagyon sok ilyen értekezlete jártam el, ellenben a ifjú munkás értekezletek azok nagyobb államiát nálunk játszottak le. Ezeknek egy rendkívül szabad hangjuk volt, és számtalanszor megtörtént, a ifjú munkások engem általában nem népbiztos elvtársra
voltak, vagy Lukács Eftásnak, hát mint Gyuri bácsi szerepeltem az ifjú munkásoknál általában, hogy fölállt egy ifjú munkás, és azt mondta, amit a Gyuri bácsi itt mondott, az csupasz a másság. És azt mit tett erre? Mit válaszolt el? Megpróbáltam neki megmagyarázni, hogy nem szamásság. És ez olykor sikerült, olykor nem sikerült. Ön később a Vörös Hadseregben politikai megbízott. Itt mi úgy fogjuk föl ezt a hadsereget, mint amilyen a Rákosi fél időbeli hadsereg volt. Ez nem igaz, ezek régi formációk voltak, amelyek megmaradtak, és amelyek a maguk mindennapi életjogaihoz mereven és makacsul rakaszkodtak. Úgyhogy én úgy szoktam kifejezni, hogy a politikai megbízottnak tulajdonképpen, ha jól akarta teljesíteni a kötelességét, elsősorban két dolgot kellett elintézni. Az, hogy a fronton a posta működjék, és az, hogy a konyhában ne csapják be az embereket. Ha egy politikai megbízott képes volt ezt elintézni, aminek az ellenőrzése távolról sem volt olyan nehéz, mint ahogy képzelik, csak a bürokráciáról törölt leszokni. Én hadosztályomnál úgy intéztem el a dolgot, hogy soha nem mentem ki végig autón a frontra, hanem körülbelül 2-3 kilométerrel front előtt megállítottam az autót, és akkor gyalog bejöttem, és egyszerre föltűntem a konyhába. Senki sem várt engem, ott voltam a konyhában, és azt mondtam, hát ma mit főzlek. És ez egy olyan dolog volt, ami miután 2-3-szor megtörtént, a szakácsok féltek ettől. Ezt nem lehetett előre kiszámítani, hogy az ember mikor jövök, és pláne még a percet se lehetett kiszámítani, mert az autót nem hallották itt, valaki egyszerre az utcáról benyitott a konyhába, és ott volt. Úgyhogy itt ilyen természetű intézkedésekre volt tömegesen szükség, hogy az ember a hadsereget egy cselekvőképes állapotban tartsa. Nézze, csak egy ilyen történetet mesélek még magának, ugyancsak Egerben történt, hogy kaptunk egy ilyen kémjelentést, hogy a csehek Eger északi oldalán támadni akarnak. Most az Eger északi oldalát egy zászlóhaj védte, én kimentem ahhoz a zászlóhajhoz. A legrosszabb hangulat volt, amit el lehet képzelni, mert ők most már 24 óra alatt óta nem kaptak élelmiszert, és én beszélettem nekik nemzetközi forradalomról, meg a Magyarország feladatairól, oda se figyelt senki. Akkor nekem eszembe jutott, hogy ezt a kérdést élelmezési vonalon kell eldönteni, és megbíztam azt a pár embert, aki velem volt, hogy az autómmal menjenek be Egerbe, menjenek el az érseki helyre, és az érseki pincéből rakják tele az autót, és jöjjenek vissza. Ez meg is történt, az én embereim megvacsoráztak ott, és vacsora után a szobrotomat már egészen simán elfogadták. És a cseh támadásnál ez a zászlóhaj nagyon tisztességesen és jól is viselkedett. Ez csak ennek az illusztrálására mondom, hogy mit kell körülött törődni, hogy nem igaz, hogy ez egy ilyen propagandisztikus és egy ilyen dolog volt, ha valaki egy politikai megbízott nem törődött a katonai életnek ezzel az oldalával, akkor nem ért az egész dolog semmit. Hát ha már a hangulatnál tartunk, hát azt hiszem, hogy különböző rétegei voltak a Vörös Hadseregnek, és ezeknek különböző hangulatáról, vagy hangulati mondjuk alakulásáról talán szól egy. Nézd, ezekben
tekintetbe kell venni egyrészt, hogy voltak olyan csapatok, amelyek egész kitűnőek voltak, akik arra számítottak, hogy a csehek vagy a románok által megszállt területet a diktatúra föl fogja szabadítani. Például az én hadosztályomnál volt egy székely zászlóhajt, amelynél jobbat nem lehet elképzelni. Ilyenek is voltak, másrészt azokban meg kell mondani, hogy a városokban nálunk toborzott csapatoknak egy része nem volt valami nagyon magas rendű. És különösen, ha a paraszti embereket veszi az ember, nagyon lehetett érezni, ott már a hadseregben lehetett annak a rossz következményeit érezni, hogy mi nem földosztással, hanem ezzel a nagybirtok szocializálásával kezdtük a dolgot, mert a parasztságnak egy tekintélyes része ezt egész közönösen nézte. Abszolút nem érezte fölszabadulásnak, ami ez történt, hanem azt gondolta, eddig is a nagybirtoktól voltam függő, most is a nagybirtoktól vagyok függőben. Mi tartotta mégis a hadseregben ezeket a paraszt származásokat? De nem szabad elfelejteni, egy nemzeti elem óriási szerepet játszott. Nem szabad elfelejteni, ez a hadsereg lényegében egy magyar hadsereg volt, és támadásokkal szemben védekezett. Munkás zászlóaljak is voltak a hadosztályban? Az én hadosztályomban nem voltak. Volt egy pesti hadosztály, de az egy nagyon pesti zászlóalj, de az nagyon vegyes összetételű és nagyon kicsi katonai értékű volt. Akkor lényegében milyen rétegekből állt az a... Nagyobb páraparasztokból. És a tisztikar? Nézze, a tisztikar az egy nagyon vegyes dolog volt. Egyrészt voltak radikális emberek, akik a háborúban, mint tartalékos tisztek bevonultak, és akik aztán a diktatúrában komoly szerepet játszottak. Zeder Ernő egy ilyen parancsnok volt, aki utoljára még a nagy összeomlás idején is, ha csak pár órára is, Szolnokot visszavette, és nagyon érdekes volna, hogyha az ember tudna tanúkat találni, hogy az Edler Ernő pályafutását fölkutassák. Vagy hogy egy másik példát mondjak, amikor én kimentem a hadsereghöz, akkor a népbiztosság, katonai népbiztosságtól kértem egy ilyen segédtisztet, aki a technikai dolgokat elintézi. És érdekes, hogy ez az én segédtisztem a későbbi magyar irodalmi kérdésekben óriási szerepet játszott. Tudni, Gál Gábor volt, aki aztán később Kolozsváron ezt a lapot szerkesztette. Gál Gábor volt az én hadsegédem, amikor az 5. hadosztályban dolgoztam. Szóval volt ez a réteg. Ehhez a réteghez tartoztak kivételes ilyen esetek, mint a Szársárói Szabó, aki Huszár tisztből nem tudom én hogyan, de kommunistává lett az október-márciusi időben. Különben részben egy szabotáló réteg volt, részben pedig voltak tisztek, én most már a nevét elfelejtettem, a hadosztályomnak a parancsnokát, aki egy volt hadseregben alezredes volt, akivel hosszas beszélgetésekben meglehetős eredményeket értünk el, mert én mutattam neki, hogy tehát ő itten most egy pár hét alatt, hát alezredesből, hát hadosztályparancsnok, vagyis hát nem tudom én, altábornagyi rangra emelkedett, és hogy itt a diktatúra neki olyan előmeneteli lehetőséget biztosít, amilyen a régi hadseregben nem volt.
ezek voltak azok az emberek, akik a jó időben kitartottak mellettünk. Amikor bekövetkezett az összeomlás, akkor ennek természetesen vége volt. Nézd, hogy szabadjad megint egy anekdótával illusztrálni, ahol hozzáteszem, még az érdekes, hogy amivel én megnyertem Sárói Szabó bizalmát, az egy őrült ostobaság volt objektíve. Csakürednél mondom, engem éjjel fölkeltettek, hogy a budapesti zászlóalj föladta a pozícióját, és jönnek a románok. És erre én fölkeltem, találkoztam Sároival, próbáltunk valami rendet csinálni a csapatokban, de örültünk, hogy egyszerűen átmennek a Tiszán, hogy is hívják a Poroszlóra, és hogy meg fognak menekülni. Most amikor ennek már nagyjából vége volt, akkor a Sároival együtt megindultunk a Tisza hídon Poroszló felé, és egyszerre útközben itt jön az, amit tudni, világosan látok, hogy egy hallatlan ostobaság volt. Egyszerre a homlokomra ütök, és azt mondja, nézze, azt mondja, otthon felejtettem a lakásomon a zsirettet, mégiscsak elmegyek érte. A Sároly megfogja a kezemet, az ugye meg van maga őrülve, a románok már benn vannak Tiszafüreden, hát mi csinál maga ott, és azt mondta, csak jöjjön velem át a hídon. De most itt az az érdekes, hogy a Sároly akkor engem addig, mint huszár tiszt egy Pestről küldött ide egy zsidó skriblernek nézett, és hát betartotta a szabályokat, de nagyon bizalmatlan volt. Attól fogva, hogy én be akartam menni Tiszafüredre a zsinétképpenél, azóta ő tisztelt engem ezért az ostoba bátorságért. Ezt nem lehet másképp, mint ostobának mondani. Minden esetre ettől fogva egy nagyon jó bizalmi helyzet jött létre a Sároival. És itt úgy van, ezt az emberek nem tudják, hogy a propagandisztikus dolgok, tiszta propagandisztikus dolgokra ezek a tisztek nem adtak semmit. Aki képes volt az életüket velük megosztani a támadásokban, részt venni és így tovább, és megmutatni azt, hogy hát egy skriblernek se körgyávának lenni, akkor létrejöttek jó személyi kapcsolatok. Egész idő alatt hadosztály, politikai... Én kezdtem az első héten körülbelül a 39-es dandár megbízásából, aztán kineveztek a hadosztály politikai megbízottjának, és az maradtam, amíg a kongresszus idején, illetőleg a Kurnak a Clemenceau-val való megállapodását megelőzőleg vissza nem kerültem Pestre, mert engem tulajdonképpen csak a krízis időre vezényelte ki a hadsereghöz. Viszont a tanácsköztársaság bukása idején megint katona volt. Nem, én nem voltam katona, csak amikor a felbomlásról hallottak, akkor a szertársamtak az volt a véleménye, hogy én próbáljak elmenni, akkor a Duna-Tisza között volt az 5. hadosztály, és az 5. hadosztályt, hát nem tudom én propagandisztikusan megint harcképes állapotba hozni, bekörvallodó, hogy teljes kudarccal végződött a... Milyen helyzetként várta ott? Hát nézd, egy teljes panik volt akkor. Az emberek már ére, úgy az általában az az érzés volt, hogy megbukott a diktatúra. Mi volt a minimális nyoma mégis a katonai életnek és annak, hogy ez katona? Nézd, hát a dolog úgy áll, hogy a külső fegyelem az természetesen létezett. Csak ha az ember beszélgetett a katonákkal, akkor ellentétben az április-májusi időben, ahol könnyű volt őket meggyőzni, hogy esetleg győzhet a magyar tanácsköztársaság, ebben az időben már nem bízott senki a győzelemben. Mindenki meg volt győződve, hogy a románok be fognak vonulni Budapestre, és hogy vége van a tanácsköztársaságnak. A tanácsköztársaság bukásakor Lukács elvtársat is
másodmagával megbízták, hogy maradjon itthon pártmunkának. Ezt minek tulajdonítja ezt a meg? Ezt én egy hallatlan mostanaságra. Most nem tudom, kérdezzem-e egy pár szóval az illegalitásának a történetét? Nézze, az illegalitásom története egy nagyon egyszerű történet volt, mert hiszen pár nappal, hogy ott voltam, a beosztás úgy volt, hogy én nekem küldött volna a munka ideológiai részét, és Korvinnak a szervezeti részét csinál. Most mit talán tudja, hogy Korvint nagyon hamar lefogták. És ezzel én teljesen el voltam vágva a magyar szervezet tulajdonképpeni szervezeti részétől. Úgyhogy attól fogva világos volt, hogy én a funkciómat nem tudom betölteni, és azért én már kezdettől már azután azt szerveztem meg, hogy kimenjek és kintről csináljak valamit, mert Pesten nem tudtam semmit se csinálni. De hogy tartottad fel az életét Pesten? Hogy nézze, az nagyon egyszerű dolog volt egy barátomnak, a Zolagy Bírának az özvegye, egy nagyon derékrendes asszony, adott nekem lakást. Most itt ő egy fényképész volt, és volt neki egy ateliéje. Most, hogy ne tűnjön föl, hogy én ott vagyok, ő a fényképészeti munkáját naponként rendesen végezte. Az ateliéből nyílt egy ajtó, ami kivezetett a padlásra. A padláson volt egy asztal és szék, és én ott olvastam, mi alatt ő a fényképészeti dolgait végezte. Most itt berendezkedtünk az esetleges veszedelmekre is olyan formában, hogy én az ateliében aludtam, de az én javaslatomra soha nem vetettek ágyat, hanem én egy díványon feküdtem teljesen fölöltözve, úgyhogy a legkisebb jelre én eltűnhettem a padláson. És tényleg jött is egy ilyen házkutatás, amely teljes eredménytelenséggel végződött, mert ők be is mentek ugyan a padlásra, de a padlást egy teljesen lakatlan dolognak látták. Én padlást nagyon jól ismertem, és volt ott az ereszt alatt egy nagy láda, amögött a láda mögött berbújva hallgattam az ő beszélgetéseiket, és ők azért eltávoztak annélkül, tudnék valami névtelen följelentés alapján jöttek, annélkül, hogy valamit találtak volna. Ebben természetesen nagy része van a Zalainé ügyességének, ahol például a Zalainé szekrényében feküdtek az a pár ruhadarab és borotva eszköz és micsoda, amire nekem a mindennapi élethöz szükségem volt. Most ők kinyitották ezt, és akkor a Zalainénak volt annyi esze, hogy elkezdett lármászni és kiabálni, és azt mondta, ehhez ne nyúljanak, ez az egyetlen, ami a férjemtől megmaradt. A férje tudni, hogy koroszati fogságban elpusztult. Erre a házkutatási emberek tisztelektek egy mártír özvegyének, és hozzá se nyúltak, és nem is vették tudomásul, hogy ott a tudulikat, illetve tudomásul vették, de így értelmezték az összes ilyen férfi ruha és borotva eszköz és ilyen dolgokat. Úgyhogy a dolog szerencsésen végződött. Nem jöttek rá semmire, és egy pár órai házkutatás után elmentek. És hogy jutott külföldre Bécsbe? Nézze, a dolog úgy áll, hogy Kumbilla hagyott ilyen célokra polgári embereknél bizonyos pénzösszegeket, mozgalom, vagy esetleg letétbe. Mit? Letétbe. Letétbe, és ezek közül, tudni, hogy itt volt egy pár ember, akit én jól ismertem, ilyen szimpatizálók közül, hát nem tudom én, a később nagy
szerepet játszott Mannheim Károly is ezekhöz tartozott, akik azután, a házkutatás után megszervezték azt, hogy a Mackensen-Hedge hadseregnek az egyik tiszte engem, mint a sofőrjét kivitt Bécsbe. De én nem tudtam tenni, hogy én nekem fogalmam nem volt az autóról, úgy kellett a dolgot beállítani, hogy nekem fölköpötték a férfalomat, és azt mondták, hogy itt útközben egy szerencsétlenség történt, és most a tiszt maga vezeti a kocsiját. És hát ott igyekezett elhelyezkedni. És igyekeztünk azon párral, akik Bécsben voltunk, a magyar pártot valami formában megszólaltatni, mert hiszen tudja, hogy már 1990-ben megindult, a Rótefánénak volt egy egyoldalas magyar melléklete, amelyben a Révai, Rudas, én és mások, Szántó Zoltán is részt vett ebben a dologban, csináltunk egy ilyen magyar nyelvű lapot, amelyben a kommunista párt valamiféle formában megszólalt. Úgyhogy ez kezdettől fogva létezett ez a kísérlet, hogy mi nem tűntünk el a föld színéről, mi létezünk. És hogy folytatódott? Úgy folytatódott, hogy amikor aztán kijöttek a vezető emberek, Kallesteinből, Landler, Hamburger és mások, akkor mindig jobban szélesedett ez a mozgalom, és 20 elején, amikor már Kuhn is elhagyta Kallesteint, és itt Bécs közelében volt elhelyezve, akkor létrejött egy magyar központi bizottság, Kuhn, Landler, Szántó Béla, Hiroshi Késéért, amely azután hát átvette a magyar pártnak a tényleges vezetését. Mi volt a tevékenysége ugye a 27-es, 28-as időkben Bécsben? Én nekem főképpen egy ilyen agitációs és pedagógiai tevékenységem volt, én nagyon élénken részt vettem, például az emigrációban szervezett előadások és szemináriumok tartásában, nagyon részt vettem abban, amit Nélik Landler behozott nagyon helyesen, hogy 5-6 ember fölhozatott Pestről körülbelül 3 hétre vagy 4 hétre, és azokat Bécsben teljes illegalitásban tartottuk, de a részükre állandó előadásokat és szemináriumokat tartottuk, és azon kívül részt vettem a kommunista sajtó munkásságában. Hogy van az, hogy ezek után, hogy arról olyan lesújtó véleményt mondott, hogy itt hagyták illegális munkára, későbbiekben mégis vállalkozott? Mert az egy egészen más szituáció volt. Azóta 10 év eltelt, azóta létrejöttek magyarországi organizációk, amelyekkel lehetett komolyan együtt dolgozni. Korvin és én is túl ismert emberek voltunk ahhoz, hogy a diktatúra utáni közvetlen katonai terror és román bevonulás és ezzel kapcsolatos viszonyok között az ember dolgozni tudjon. Járt még egyszer illegálisan Magyarországon. Igen. 29-ben. Elmondani valamit az akkori tapasztalataiból? Nézze, az én tapasztalatom az volt, hogy itt az egész probléma abból áll a szerencsétlen véletleneknek a lehető kikapcsolásából. Hogy mondjuk például sose szabad, én ezt principiel nem csináltam, otthon beülni, hozatni egy kocsit és beülni egy kocsiba, mert akkor az a sofőr tudja, hogy én itt lakom.
hogy én mindig úgy ültem be a kocsiba, hogy elmentem 5 percre, vagy nem tudom mennyire a lakásoktól, vagy állomás volt, és az állomáson ültem be a kocsiba, és viszont soha addig a lakásig, ahova menni akartunk, nem mentem, hanem egy utcával előbb megálltunk, és akkor nekem szerencsém ebben a szivarozás, hogy amikor kiszálltam a kocsiból, akkor szépen lassan rágyújtottam a szivarra, és mi alatt rágyújtottam a szivarra, addig a sofőr már elment, úgyhogy azt se tudta, hogy a megállástól jobbra vagy balra van-e ez a dolog. Ez nem azt jelenti, hogy a sofőr egy spicli, hanem azt jelenti, hogyha még ezt a sofőrt meg is kérdezi, egyszerűen nem tud semmit sem mondani. Hogy készült fel az útra, és hogyan jutott Magyarországra? Nézze, itten volt köztem és a mi apparátusunk között egy véleményeltérés, mert a mi apparátusunk abból indult ki, és ez egy általában véve helyes indulás, hogy az illegális munkában résztvevő embereket, mondjuk, hogy csak példának vegyem Szántó Zoltán, a budapesti polgári társadalmon belül alig ismerték. Ennél fogva ők tényleg utazhattak a Bécs-Budapesti hálókocsin, jöttek és mentek, ez volt a szokásos. Én azt mondtam, hogy ez az én számomra veszélyes, mert én minden pillanatban megtörténhetik, hogy a hálókocsi szomszéd kocsijában ül egy régi ismerős, akit tudni, régi ismerősök fölismerik az ember. Tehát én úgy mentem, hogy én villamoson átmentem Pozsonyba, és a Berlin-Budapesti gyorsvonatnak a harmadik osztályát utaztam Budapestre. Tudnélik, az volt a véleményem, hogy ottan a valószínűség, hogy egy véletlen ismerőssel találkozik az ember kisebb, mint a budapesti hálókocsival. Útlevél? Természetesen hamis útlevél, hát hamis útlevéles. Hamisított vagy más ember útlevele volt? Nézze, ezt én most nem tudnám megmondani, ezt az apparátus csinálta. És kézbe kapta, készen kapta. És itt mikor megérkezett, hova ment, hogy szállt meg? Nézze, itt is nekem külön véleményem volt, mert az emberek azt hitték, hogy az így ismert embernél helyes, hogyha nem a nagy budapesti megállónál száll ki. Én ezt egy ostobaságnak tartottam, és a Lándor Béla le is bukott abba, hogy ő Gödöllőn szállt föl a bécsi vonatra, mert tudni, hogy a gödöllői állomáson olyan ritkán száll be valaki a bécsi vonatra, hogy az föltűnik. Ellenben, ha az ember Pesten érkezik a keleti vagy a nyugati pályaudvaron, ott egy olyan őrült nagy forgalom van, hogy észre sem vesznek egyetlen. És hova? Azok előre megvoltak határozva, hogy az ember hova megy. Szóval a lakás biztosítva volt? Lakás biztosítva volt. Nem emlékszik a lakásra? Nézze, a lakással volt, az első lakással egy kis differencia, mert ezt az elvtársak, akik szerezték nekem a lakást, nem tudták, hogy én a Városligetben, ez magában véve egy egész jó hely lett volna, de a Nyugat szerkesztősége tűzomszédságában vette ki egy lakást. Most a Nyugatban 5 ember közül 3 legalább ismer engem, úgyhogy ezen az utcán közlekedni az én részemre nem volt jó, úgyhogy én hamarosan ki is cseréltem ezt egy józsefvárosi lakásra. És hogy jutott ehhez a lakáshoz? Hát nézze, Pesten volt egy organizáció, aki ezt csinálta. Igen. Tehát nem volt benne szerepe a lakásszerzésnek? Nem. Voltak nehezebb pillanatai? Nézze, volt egy komolyan
dramatikus jellegű dolog, épp amikor az első lakásból, amikor láttam, hogy ez nem jó, akkor beszéltem éppen az organizációval, és azokkal megbeszéltük azt, és én úgy csináltuk a dolgot, tudni, hogy itt illegalitáshoz kell egy bizonyos, hogy nem szabad anyagilag szükkemlőnek lenni. Én előre lefizettem ott egy hónapot, és azt mondtam, hogy nekem Szegedre kell menni valami dolog végrehajtása végén, és másnap reggel jöttek is, értem, és elvittek. Most közben az történt, hogy a háziasszonynak az unoka öccse kifosztotta a háziasszonyt, és megszökött. És este hazajött a háziasszony, kétségbe esette, hogy ő ezt, hát nem tudom, én észrevette, és most járt a rendőrségen is, és így tovább, és hogy hát nem vettem én észre valami gyanúsat. Erre én szerintem nagyon helyesen így feleltem, hogy nézze a nagyságosasszony, amikor én beköltöztem magukhoz, akkor megkérdeztem, hogy a szobalányt megbízhatónak tartja-e. Nagyságosasszony azt mondta, hogy a szobalány megbízható, ennél fogva, mint tetszik látni, a szekrényen a kulcsot rajta hagytam, annyira megbíztam abban, amit nagyságosasszony mondott. Most, hogy én a nagyságosasszony unokatestvérét, ez kételyeket támasszak, hát milyen világban élünk mi? És erre az asszony teljesen meg volt győzve, és minden rendben volt, és másnap simán távoztam a lakásból. És korlátozta a saját közlekedését a város területén? Nem, az egy része, a közlekedés, az, mondom, egy egyszerű dolog volt. Én délután autóval elmentem, találkozó helyek nagyobb rész Budán voltak, és úgyhogy itten az én lakásom és a helyek között, ahol én találkoztam az elvtársakkal, olyan kapcsolat volt, amiről mondom, csak a sofőr tudott, és mint az előbb mondottam, magának a sofőr sem tudott. Étkezett, ahol én otthon ebédeltem, a lakáson. Szóval így állapodott meg. Így állapodtam meg az illető asszonya, hogy a reggelit és az ebédet otthon fogom elkölteni, és ő főzött nekem ebédet, és nagyon meg volt elégedve. Lényegében délelőtt oda-haza is volt. Délelőtt oda-haza is volt, amit délután mentem csak el. Mit csinált, és mivel motiválta? Nézd, nagyon egyszerű. Én azt mondtam, hogy én nekem egy örökségi ügyem van, ami körül mindenféle aktákat kell kitölteni, és azért jöttem Pestre, mert kényelmesebb a gépírást megcsinálni, és járt hozzám is egy ilyen titkárnő, akinek én diktáltam a budapesti lapba írandó cikkeket. A háziasszony előtt ezek akták voltak, amik az örökösödési ügyemhez tartoztak. Hát tulajdonképpen akkor már átértünk, hogy mi volt a küldetésének a célja? Itt a dolog úgy áll, hogy itt a budapesti mozgalom vezető csoportjával, és aztán esetleg egyes elvtársakkal való érintkezésben vigyázni arra, hogy a budapesti mozgalom a nemzetközileg előírt, hát nem tudom én, módon játszódjék le. Tehát ilyen ideológiai instruktor. Politikai vezetés. Az ember tulajdonképpen a budapesti mozgalomnak a főtitkára volt. Nem csak ideológiai, hanem szervezeti kérdésekben is. Tehát lényegében ez volt a feladata, ezzel indították útba. Igen. Szabad megkérdeznem, ki indította útba? Hát a bécsi központ. Itt volt egy ilyen megállapodás abban, hogy a bécsi bizottság tagjai Kuhn Landler kivételével, akikről mindenki elismerte, hogy ők nem mehetnek Budapestre, egyszer le kell menni ők fölváltva Budapestre, de a budapesti mozgalmat is vezessék, és onnan jobban ismerjék a dolgokat. Hogyan is nézett ki ez a szervezet?
ide-haza. Nézze, az a szervezet akkor tényleg létező szervezet volt, a különböző szakszervezetekben voltak kommunista frakciók, azoknak a vezetői, azok aztán bizottságokat stb. Alkottak, és az, aki lejött Pestre, ezeknek a dolgoknak a vezető embereivel tárgyalt arról, hogy milyen taktikával és hogyan dolgozzanak az emberek, hát mondjuk például a szakszervezetekben. Tehát a szakszervezeti frakciók voltak az egyik. Egyik, azután, hogy is hívják, természetesen voltak bizonyos kapcsolatok a Szociáldemokrata Párton belüli munkával is, mert hiszen nem véletlen, hogy olyan emberek, mint Schlumpfeld vagy Magyar Imre Szociáldemokrata Pártban kezdték a pályafutásukat, és azután lassan átalakultak tiszta kommunistákká. Úgyhogy egy ilyen fejlődés az egész magyar mozgalmon belül természetesen fönnálló. Most ehhez természetesen hozzátartoztak a különböző folyóiratok, amelyeknek az anyagát messze menően Bécsből kapták az elvtársak, és ezeknek a segítségével próbáltunk Magyarországon egy valamennyire befolyással bíró illegális pártot teremteni. Cseppfolyós állapot volt, hogy egy egész csomó ember volt, aki be volt avatva a kommunista párt taktikájába, annélkül, hogy kommunista lett volna. Ez a vezetőség, amely összeszokott jönni, igen, amelyen részt vett Lukács Eftás is, ismerte egymást? Egymást természetesen ismerték a mozgalomból, de arról egy pontos fogalmuk, hogy én ki vagyok, nem volt, ez mulatságosan, ezt aztán utólag lehetett csak kideríteni, derült ki, hogy amikor a mi vezetőségünkből, mert szintén abból is lefogtak akkor egy pár ember, amikor ezek bekerültek a börtönbe, akkor a börtön, a régi börtön lakó kommunisták kérdezték, hogy ki van föntről most lent. És erre ők attól felelték, hogy nem tudom, egy ilyen, hát egy kiservetű ember, aki az üléseken rendesen állandóan szivarozni szokott. Erre az ottaniak, a régen ülők azt mondták, ha-ha, tudjuk most már. A rendőrség számára ez természetesen, mint hogy ők még ezt sem vallották be, ennél fogva ez a rendőrség számára nem létezett. A rendőrség nem tudta, hogy én vagyok Pesten. Említette Lukács elvtárs, hogy különböző sajtóorgánumokban helyeztek el cikkeket. Igen. Melyek voltak ezek a sajtók? Nézd, hát itt nem volt az a, például ez a 100% című folyóirat, volt a pártnak egy folyóirata, később aztán az én után engem követő időben jött létre a Társadalmi Szemle, úgyhogy itt létrejöttek ilyen legális és féllegális orgánumok, amelyeknek a vezetését, hát elsősorban a Bécsi Centrum, de a Bécsi Centrum közvetítésével a lent lévő elvtársnak természetesen befolyása volt arra, hogy milyen cikkek jelenjenek meg, maga is írt ezekbe a dolgokba, úgyhogy itt egy ilyen eleven kapcsolat volt a lent megjelenő folyóiratok és a Bécsi Központ számít. Más sajtótermékekre? Nézzel, természetesen voltak azután a mindenféle, mondjuk egy kommunisták irányításában létrejött egy sztrejk, akkor természetesen a szakszervezetben kiadtak egy ilyen röplapot. Úgyhogy ilyen dolgok voltak,
nagyon túlságosan nagyra becsülni a publikációk számát természetesen nem lehetett, mit tud, sose szabad elfelejteni, hogy ez az egész Pesti szervezet, ez végeredményében a maximális időben egy pár száz embert tett ki. Letelt a küldetése három hónap? Letelt. És utána azért ment vissza? Utána azért mentem vissza, és már föl is, már itt Pesten is volt, amikor én elmentem, az, aki fölváltott engem.